Rengeteget utaztam a nagyvilágban, sok mindent láttam. Talán éppen ezért is szeretem annyira a saját hazámat. Néha kisétálok a Dunapartra, és csak nézem az előttem elsikló hajókat, a villamosokat és a turistákat. És amikor látom, hallom az idegenvezetőket, akik arról mesélnek, hogy milyen is ez a 93.036 négyzetkilométer, amit úgy hívnak Magyarország. A most következő filmben látni fogják állandó utitársamat, aki először azt hitte, hogy csak tréfálok vele. Amikor először hallottam a kínai gyarmatunkról, akkor azt hittem, hogy ez valami vicc. Jön a kutató, aki rengeteg iratot nézett át Bécsben, aztán a végén még ő is meglepődött. Trianonban a tiancsini magyar, osztrák-magyar telepet már csak tőlünk Magyarországtól csatolhatták el. Eljöhetnek velem Kínába, ahol 100 évvel ezelőtt még magyar világ is volt, és ahol még állnak az egykori épületeink. Magyarországon mi ezt gyarmatként ismertük. Így szerepelt az újságok hasábjain. Ám előtte még perceken belül szétnyílnak a zsilipek, kitárul a páncélterem ajtaja, amely mögött a trianoni békeszerződés egyetlen eredeti példányát őrzik. Ezt így, ilyen módon még soha senki nem látta, és azt gondolom, hogy nem is lapozta. Indul hát a kaland, indul a nyomozás, méghozzá a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Zajtán. A Csengertől pár kilométerre lévő pici falu olyan, mint egy jól sikerült festmény, egyetlen szóval gyönyörű. A története pedig egészen elképesztő. A kevesebb, mint félezres települést ugyanis Trianonban elcsatolták tőlünk, tévedésből. Zajta Magyarország egyik leghűségesebb faluja, ha nem a leghűségesebb faluja, mindenképp kijárna szerintem a településnek ez a megtisztelő cím. Idegenvezetőm Huszti Róbert egy élő lexikon mindent tud Zajtáról. Ahol hiába van betonúttal összekötve a két szomszédos falu és ország, a középen lévő sorompó és a betonakadályok miatt nincs átjárás, sőt, a román oldalon szolgálatot teljesítő rendőrök még figyelmeztetnek is, hogy itt nem lehet csak úgy mindent kamerával fölvenni. Huszti Róbert azt meséli, hogy amikor Zajtát Trianonban Romániához csatolták, akkor ez a jóvágású helyi férfi Gál Lajos tanító újra átnézte a térképet és rájött, hogy valami nincs rendben. Ezért Gál Lajos átszökött a kényszer határon, és kiharcolta, hogy újra megnézzék a békeszerződést. A tévedés kiderült, Zajta pedig visszatért Magyarországhoz. Megnézné újra a trianoni békediktátumot? Hát szerintem bármelyik magyar ember szívesen megnézné, és keresné benne a hibát. Hát ez volt Zajta története, ez adta nekem az ötletet. Az ötletet arra, hogy megnézzem, hogy mi is valójában az a trianoni békeszerződés. Egy doboznyi irat, egy pergament papír vagy egy könyv? Nem tudtam, ezért elindultam Trianon nyomában. És ehhez hadd meséljek el valamit. Ez a kisfiú a fényképen én vagyok. Mögöttem Székely nagymamám, Réti kapus Mária, aki az 1000 éves határon a Trianonban elszakított Osdolán született. Szóval talán a nagymamám miatt is minden létező dolgot elolvastam Trianonról. Egyszerűen mindig is érdekelt, hogy miért is ekkora Magyarország, jobban mondva, hogyan lett ekkora. Kerestem, kutattam és folyamatosan jegyzeteltem. Elmentem az országhatárral kettévágott Sátoraljaújhelyre, ahol a pici Ronyva pataknak az a legendája, hogy a csehszlovákok elhitették róla, hogy nemzetközi hajózható folyó, és ezért vágták ketté a várost. A legenda jól hangzik, de nem igaz, viszont én közben át is értem Szlovákiából Magyarországra. Aztán többször is elmentem a Várpalotai Trianon Múzeumba. Néztem a plakátokat, a dokumentumokat, és még azt a társasjátékot is láttam, amit arra játszottak, hogy ki mennyi elcsatolt területet tud visszaszerezni. A végén pedig beültem a moziba, és tucatnyi filmet néztem meg a Trianon tiltakozásoktól a visszacsatolásokig. Gondolatban ma itt van minden magyar. Látod, itt van a magyarszki delegáció. Ez itt a Filmtudományi Intézet, ahol Kuruc Márton kérésemre előszedett egy 9 perces cseh feliratos filmet. A kópián boldogan tárgyaló cseheket, románokat és szerbeket láthatunk, meg végtelenül szomorú magyarokat. Nézzük a filmet, közben a kutató azt meséli, hogy ezt a kópiát a csehszlovákoktól kaptuk valamikor az 50-es, 60-as években. Ők sokszor vetítették, mi nem. Mi magyarok nem küldtünk operatőrt, ennek nem találtuk meg a nyomát, és azt hiszem, hogy ez érthető is, hiszen nem egy dicső nemzeti
eseményt rögzítettek ezek a képsorok. Itt a film vége. Két magyar, először Benárd Ágoston, majd Drasse Lázár Alfréd odalép az asztalhoz, és aláírja a békediktátumot, ami ezek szerint egy könyv. De hol van az a könyv? Barátomnál és állandó utitársamnál Suha Györgynél vagyunk. Azt kértem tőle, hogy segítsen nekem megtalálni a trianoni békeszerződést és egy különleges területet, amelyet az a bizonyos könyv vett el tőlünk. Nehezebb dolga volt, mint gondoltuk. Nem vezetünk statisztikát, de két munkatársammal az elmúlt 8-9 hónapban, de inkább talán most már 10-ben így utólag pontosan visszatekintve, szerintem több ezer telefont és több ezer e-mailt bonyolítottunk le. Ez itt Párizs egyik elővárosa, Saint-Denis, pár nappal később. A háromnegyed évnyi kutatás és szervezés végül sikeres volt, útban vagyunk a könyv felé. Ám előtte még elautózunk Versailles-ba, oda, ahol aláírták a trianoni szerződést. Megérkezünk a Versailles-i kastélyokhoz, a francia királyok egykori rezidenciájához. A hatalmas kastélykertben rengeteg a látnivaló, káprázatos a paloták, a szökőkutak, de még a kerítések látványa is. És csak úgy özönlik a nép. Rengetegen kíváncsiak a napkirály 14. Lajos fényűző lakhelyére. A kertben lévő tavon éppen evezős versenyt tartanak. Az idelátogatók pedig fagyiznak, és vég nélkül fotóznak, videóznak. Akkorák itt a távolságok, hogy vannak, akik nem is gyalogolnak, hanem golfautóval közlekednek. És ez a Nagy Trianon kastély, amely másoknak nem egy tragikus helyszín. Készülnek is az esküvői fotók és a szelfik. Suha György barátommal bemegyünk a Nagy Trianon kastélyba. A topánkáktól a bébi előkén át a hűtő mágnesekig sok minden kapható itt. Beljebb pedig pompás nászágy, méregdrága festmények és tükörszoba is van. Elérjük a legutolsó termet, a Galerie des Cotels-t, amely úgy néz ki, mint egy folyosó. 52 méter hosszú és 7 méter széles, szép festmények és csillárok díszítik. A terem sarkában van egy ismertető, amelynek a legvégén egyetlen félmondattal jelzik, hogy 1920. június 4-én itt írták alá a Magyarország sorsát meghatározó úgynevezett trianoni békeszerződést. Eljött a nap. Szállodánkban még az utolsó pillanatban is szervezünk. Aztán kocsiba vágjuk magunkat, 10 órára kell Courneuve-be érnünk. Hát ez az álmos, unalmas kisváros Courneuve, ahol még dugó sincs, csak békésen sétálgató embereket látok. Egy börtönszerűen védett épülethez jutunk, és nyílnak a zsilipkapuk. Nem mutathatom, de megmotoznak, és detektorral is átvizsgálnak minket, aztán bekísérnek egy szigorúan őrzött folyosóra. Itt csak fotózhattam. Ez a páncélajtó, amely mögé csak hatan léphetnek be, és amely mögött ott pihen a könyv, amiért jöttünk. Hosszú várakozás után itt van. Hozzuk a trianoni békeszerződés egyetlen eredeti példányát. A kamera mögött biztonsági őrök, előttünk a hivatalos alkalmazott, aki fehér kesztyűben dolgozik. Hát itt van a könyv. 524 oldal, 3 nyelven, franciául, olaszul és angolul íródott. A biztonsági személyzet talán nem is érti, de mi Suha Györggyel bizony megrendülten nézünk magunk elé. Ez egy nagyon szomorú érzés nekem. Nagyon furcsa, hogy egy dokumentumnak van egyfajta aurája, van egyfajta kisugárzása, és az a kisugárzás messze nem pozitív. Ez kifejezetten egy rossz érzést keltő irat, egy rossz érzést keltő műtárgy, hiszen ez egy műtárgy ebben az értelemben, különösen Franciaországban, Magyarországon nem. Ez az egyetlen eredeti példány, ugye, amit aláírtak? Ez az egyetlen eredeti példány, ami aláírt módon eredetiben le van bélyegezve, és nem fénymásolat vagy másolat. Nekem egyrészt izgalmas, hogy itt van előttem. Másrészt bevallom neked őszintén, hogy elképesztően rossz érzés. Ez egy nagyon furcsa érzés, de azt gondolom, hogy minden magyar számára nagyon komoly szomorúságot jelent, és egy nagyon rossz érzést indukál ennek a dokumentumnak a látványa is. A könyv, vagyis a szerződés legvégére lapozunk. Az 524. oldalon a legutolsó aláírók a magyarok, Benárd Ágoston és Drasse Lázár Alfréd. Felettük dr. Eduard Benes aláírása olvasható.
És ha ez még nem lenne elég nyomasztó, kihajtják az 1920. június 4-én délután összehajtogatott térkép mellékletet, amely Magyarország új határait mutatja. Az elcsatolt városoknak nincsenek meg román nevei, tehát Szatmárnémeti van és nem Satumare, Nagyvárad van és nem Oradea, de hogyha a felvidéket nézzük, akkor Ógyalla van és nem Kurbanovo, és Kassa van és nem Košice, tehát lehet, hogy nem is voltak még meg a minden településnek nem volt még meg a neve. Hát ez egy nagyon rövid időtartama a magyar történelemnek, pontosan ebből látjuk, hogy Sopron még nagyban Ausztriához tartozik. Ödenburg néven, Ödenburg ott néven. Már megvan a név. Mindenképpen nyomasztó ezt látni. Egy pillanatra magára hagyom a könyvet. Irány az egyik kedvenc városom, Sopron, amelynek kiváló a vörösbora, nagyszerű a kosárlabda csapata, ahol sok a turista, és ahol még Mátyás király is lakott pár hónapig. De Sopront mégis a legtöbben úgy ismerik, a hűség városa, ahol 1921. december 14-én népszavazást tartottak. Ilyen cédulákon lehetett voksolni Ausztriára, és ilyenekkel Magyarországra. A város végül 7107 szótöbbséggel magyar maradt. Sopronra mindenki büszke, a leghűségesebb város történetét pedig szinte mindenki ismeri. De az első leghűségesebb községét nem. Egy Körmend melletti kis faluba Szentpéterfára, horvát nevén Petrovo-Szelóba tartok. Ott is a Názdrávgye, vagyis az Egészségedre nevű kocsmát keresem. A kocsma előtt gyerekkori barátom Kohut Miklós volt polgármestervár. Nézem te videót, veles godina. Horvátul beszélgetünk egymással, ahogy Szentpéterfán szinte mindenki, mert ez a legnagyobb többségű magyarországi horvát falu, a lakosok több mint háromnegyede horvát. Szentpéterfán büszke arra, hogy a leghűségesebb magyar falu, az gyakorlatilag horvát falu. Az emberek többsége horvát volt, amikor ezt megszavazták. A film miatt magyar nyelvre váltunk Miklóssal, aki a múzeumnak is beillő kocsma fényképeit mutatja. Így ünnepelték a szentpéterfaiak a visszacsatolást. Az ünnepségre ezek az asszonyok főztek, de nem mindenki volt boldog. Trianon miatt még évekkel a visszacsatolás után is voltak verekedések Szentpéterfán. Hát a településnek a bucsőjében évtizedekig volt verekedés az alsó-felső falu között. Azok igazából mindig valami aktuálisok volt, de mindegyik az akkori trianoni eseményekhez lehetett visszavetni. És látogatásom végére egy kis meglepetés. Gyerekkorunkban mi együtt zenéltünk Kohut Miklóssal, aki most megszervezte, hogy 25 év után egy szám erejéig én lehetek a tambura zenekarának a prímása, így részben én is készíthettem a saját riportom filmzenéjét. Köszönöm, barátom! Hát eddig a kedves érdekesség Szentpéterfáról, most menjünk vissza Kornövbe, a könyvhöz. A területi rendelkezésekhez lapozunk. Téged egyébként ez meglepett? Tudtad ezt korábban? Én nem tudtam, én teljesen döbbent vagyok ez ügyben, hogy nekünk volt gyarmatunk Kínában, különösen Tianjinben. A béke diktátum 104 cikkelye mutatja Magyarország új határait. Elvesztettük többek között a Felvidéket, Délvidéket, Erdélyt, a Partiumot és Kárpátalját. És jön a 99-es cikkely, amely leírja, hogy mást is elvesztettünk. Csuha Györggyel nézzük az eredeti szöveget, és eláll a lélegzetünk. A szinte ismeretlen legenda bizony igaz. A szerződés tulajdonképpen azt mondja, hogy Magyarország visszaadja Kína számára azokat a területi javakat, koncesziós területeket, ha tetszik gyarmatokat, földterületeket, amelyek fölött Kínában, Kína területén rendelkezett. Ez azt mondja, hogy nekünk Kínában volt egy négyzetkilométernyi területünk. Ez pontosan azt írja körül, hogy Kínában nekünk voltak épületeink, területeink, utcáink, rakodópartjaink és konzuli épületeink, lakásaink és házaink és földterületeink. És ezt a trianoni békediktátummal veszítjük el? Ezt a kínai magyar gyarmatot, ha tetszik, a trianoni békediktátum szünteti meg Magyarország számára. Egészen elképesztő. Magyarország megcsonkítása mellett nem vigasz, de tény. Jó ideig volt egy saját kínai területünk. Ez a Tianjini 3-4 utca, ez egy osztrák-magyar közös terület volt Kínán belül. Ez egyértelműen a miénk volt. Ez egy, igen, igen. Bécsben Orosz Andrással jó nagy dobozokat cipelünk, az egykori kínai telepünk iratait.
Az osztrák-magyar monarchia archívumának levéltárosa sem sokat tudott korábban a kínai területről, mostanra azonban még azt is kiderítette, hogy jogilag az osztrákok már korábban elvesztették ezt a területet, ezért Trianonban, papíron már csak tőlünk csatolták el a mi kis Kínánkat. Ez a tiencsini magyar gyarmatnak az anyakönyvvezetője? Az a szalagja, amit viselt, amiközben mondjuk két házasulandót összeadott, és bejegyezte őket az anyakönyvben. A magyar anyakönyvvezető szalagján kívül megtaláljuk a pecsétjét is. 100 év után büszkén pecsételgetek a tiencsini osztrák-magyar terület bélyegzőjével. Aztán fellapozzuk a fényképeket, és megelevenedik a múlt. A 19. század végén kitört az úgynevezett boxerlázadás, amelyet 8 nagyhatalom együttes erővel vert le. A résztvevők között ott voltak az osztrák-magyar monarchia katonái és tengerészei, akik például a Zenta nevű védett cirkálóval érkeztek a háborúba. A harcokban sok magyar is elesett, de a végén győztünk, így kaptunk 1 négyzetkilométert Tiencsin városában. Ezt a részt hivatalosan koncessziós területnek, vagyis bérleménynek hívták, máshol az olvasható telepítvény. A trianoni szerződés telepként ír róla, de Magyarországon mindenki csak gyarmatnak, vagy a mi kis Kínánknak nevezte. És amikor már azt hiszem, hogy engem ennél nagyobb meglepetés már nem érhet, akkor a folyosón Orosz András kihajtogatja a mi kis Kínánk korabeli térképét. Én meg csak ámulok és bámulok, kapaszkodjanak meg jó erősen. Ott kint, nekünk, magyaroknak, területi vitánk volt Olaszországgal. Itt a vitatott határszakasz, ami láthatóan nem az az egyenes, mint az előbb a piros vonallal jelöltek. Hogy mi lett a területi vita vége, nem tudjuk. Ami biztos, másfél évtizedig miénk volt az a terület, ahol villamos járt, volt 4 utcánk, a Budapest, a Bécs, a Triest és a Ferenc József utca, és ahol egyszer még árvíz is pusztított. Területünknek egyébként saját magyar nyelvű törvénykezése is volt, nem is akármilyen szabályokkal. Tűzijátékok rendezésére külön rendőri engedély szükséges. Tilos az utcán való verekedés és rendbontás. Kínaiaknak épp úgy, mint kínai területen, fegyvert hordaniak nem szabad. Koldulni tilos. Ilyenek voltak hát a szabályok a területen, ahol voltak terveink, amelyekből sok minden megvalósult, és sok minden nem. Az iratokból és a rettentően sok fönnmaradt térképből valójában 3-4 utca képe rajzolódik ki, folyamatos fejlesztési tervekkel együtt, ez az iratokból rendszeresen fölmerül, hogy kevés ez a 3 utca, kevés ez a kikötő szakasz, folyamatosan kéne fejleszteni. Úgy tűnik erre kevés volt ez a 10 év, kicsit több mint 10 év, ami rendelkezésre állt. Hát ennyit a múlt idézésből, most már irány Kína. Ez itt Peking március közepén. Elképesztően nagy szmog és még nagyobb nyüzsgés fogad. A Tiananmen téren rengeteg a katona, de még többen fotózzák Mao Tse-tung fényképét. Megnézem a gyönyörű szép tiltott várost, aztán az errefelé gyakori kőparkok egyikét, majd betérek egy kicsi vályogházban lévő eredeti kínai étterembe, ahol hamar kiderül, hogy valószínűleg éhen halnék, ha mindig pálcikával kellene ennem, még szerencse, hogy nem kell. Megyek tovább. A házunk előtt a helyiek nagy élvezettel mahjongoznak. Elszántságukat növelheti, hogy beszállok közéjük dominózni. Akkor a sikerem van, mint a pálcikás evésnél. 6-ból 6-szor leszek tök utolsó. Hát ez nem az én napom volt. Na mindegy, nem is ezért jöttem, hiszen én a mi kis kínai területünkre tartok. Másnap kora reggel, ez már Tiencsin, 2,5 órányi autóútra Pekingtől. A városban másfélszer annyian laknak, mint egész Magyarországon. Ahogy kiszállunk a kocsiból, már meg is kezdődik egy errefelé szokásos népi játék. Ha mi fotózunk és videózunk, akkor minket is fotóznak és videóznak, méghozzá folyamatosan. Kísérőink a helyi múzeumba terelnek minket, és megmutatják Tiencsint. Hát van egy mérete, az biztos. 14 millió embernek mondjuk kell is a hely. Egy órával később, ez már itt az olasz terület, tudják, amellyel az a bizonyos határvitánk volt.
Vannak itt olasz épületek, van bazársor karneváli maszkokkal, és van olasz pizzéria is. Olyan ez az egész, mintha tényleg Olaszországban lennénk. Aztán elhagyjuk az olaszok részét, és megérkezünk oda, ahova hónapok óta vágytunk. Hosszú volt az út, de végre megérkeztünk. Hátam mögött a terület, amelyen 100 évvel ezelőtt magyarok is dolgoztak, tanultak, magyarok is éltek. És ez az a terület, amelyet szinte hihetetlen, pedig láthatták igaz, hivatalosan 1920. június 4-én a trianoni békediktátum vett el tőlünk. Hát jöjjenek, ismerjük meg együtt a mi kis Kínánkat. Hát íme nézzék, ez volt egykor a mi területünk, amely alig másfél évtizedig volt a miénk, ahová 1917-ben bevonultak a kínai katonák, de amit papíron csak Trianonban veszítettünk el végérvényesen. A hatalmas felhőkarcolók mélyén megbújik egy több mint 100 éves, a toronyházak mellett aprócskának tűnő épület, az osztrák-magyar tiszti kaszinó épülete, amelyet idén augusztusban újra nyit majd egy kínai befektetőcsoport, legalábbis erről mesél Wen Zhao igazgatóasszony. 5 évig készítettük elő az épület felújítását, mert szeretnénk, ha minden úgy néz neki, mint ahogy 100 évvel ezelőtt kinézett. Rengeteg dolgot tervezünk ide, nagy büszkeségünk lesz ez a központ. A tiszti kaszinó falai még csupaszok, de megtudom, hogy lesz itt étterem, teázó, és lesznek majd magyar kiállítások is. Mutatok még pár képet arról a területről, amely egykor hozzánk tartozott. Nyilván nagyon megváltozott itt minden. Felhőkarcolók, széles főutca is, rengeteg bolt is van az egykori telepünkön. Ez pedig már a mi kis Kínánk egykori központja, a konzulátusunk épületével. Bejárom a házat, találok korabeli telefont és még korona írógépet is. Aztán a folyóparton elsétálunk a hídig. 100 évvel ezelőtt itt volt a határ. Itt az osztrák-magyar monarchia jogszabályai és szokásrendje érvényesült. Itt iskolák voltak, volt börtön, volt rendőrség, a konzulátus mellett volt szórakozási lehetőség, volt piac. Itt a híd mellett a parton találkozom Mervai Mátyással, a fiatalemberrel, aki most Tianjinben él, és aki lelkes kutatója ennek a területnek és a történetének. Nagyon hálás vagyok Mátyásnak, aki profi módon segít megérteni azt, hogy milyen is volt itt a részben magyar világ 100 évvel ezelőtt. Találkozhatunk például a Vasárnapi Újságnak az egyik számában egy cikkel, amikor egy korabeli riporter ellátogatott ide a kínai gyarmatra, és írt egy cikket azzal a címmel, hogy a mi kis Kínánk. Ő bemutatta a korabeli osztrák-magyar monarchiának ezt a területét, settlementjét, koncesszióját, vagy ahogy ő hívta, gyarmatját, hogy, és fotókat is mellékelt. Lehet látni, hogy hogyan néztek ezek az épületek akkoriban. És akkor most egy hatalmas ugrás haza. A helyszín Budapest, a Széchenyi könyvtár. A régi újságok emeletére tartok. A Mervai Mátyás által említett 112 éves lapot keresem. A forgatás napján nagyon megfáztam, nézzék el nekem, hogy hangom az egyáltalán nincs. A lelkesedésem viszont annál nagyobb, főleg, hogy meg is találtam azt, amiért jöttem. Előttem a Vasárnapi Újság 1904. május 1-jei száma, ahol a helyszíni tudósító többek között a következőt írja. A háború bevégezte után sokan helytelenítették itthon, hogy az osztrák-magyar monarchia is földet foglalt Kínában, Tianjinben. Újabb tehernek, felesleges dolognak tartották. Míg az összes nagyhatalmak a telepítvényeket csak bérlik a kínaiaktól, addig a mi telepítvényünk az osztrák-magyar monarchia tulajdonát képzi, mi azt elfoglaltuk. Olyan az élet a kis Kínánkban, mint egy mékasban. Napkeltével kezdődik, és napnyugtával végződik. Az utcák reggeltől estig tele vannak néppel. A cikkíró megdorgálja az osztrák-magyar vezetést, mert nem fejleszti eléggé a területünket, aztán megmutat egy kínai tolvajt, akit kalodába zártak, és itt vannak a gyarmatunk tengerész gyalogosai is szép egyenruhában. Tianjin tavasz közepén. A Hajhó folyón sok víz lefolyt az elmúlt évszázadban. Az utcák már nem Bécs vagy Budapest nevét viselik, de áll még a volt konzulátus épülete, és hamarosan újra nyit a tiszti kaszinó is. Az alig több mint 1 négyzetkilométeres helyen, ahol egykor körülbelül 20 000-en éltek. Jó régen és jó messze tőlünk, a mi kis Kínánkban.